30 éves a Jókai Alapítvány. A Jókai család és a Pápai Református Kollégium között évszázados a kapcsolat, és ennek egy 21. századi jele ez az alapítvány, mely támogatja a gimnáziumot. A Jókai Alapítvány születése kapcsolódik Jókai Ihász Lajoshoz, aki 1942-ben végzett a Pápai Kollégiumban. 1993-ban a már Amerikában született Károly, Kinga és Judit édesapjuk emlékére létrehozták ezt az alapítványt, hogy a kollégiumban tanuló tehetséges fiatalokat támogassák. A jubileumot a református templomban tartották. Már elég régóta találkozunk a volt ösztöndíjasainkkal, általában Budapesten, illetve az évnyitó, évzáró alkalmával, tehát ez nekünk nem újdonság. Most lettünk 30 évesek, és 72 diákot támogattunk eddig, és ezt ünnepeltük ma tulajdonképpen a nap kezdetén. A diákokat az iskola vezetősége, osztályfőnökök, tanárok választják ki, teljesen rájuk bízók, hogy kiket, eddig elég sikeresen választották ki a legjobbakat, és egy összeget kap mindegyik diák, és azt a felmerülő költségekre használják, lehet az kollégiumi díj, vagy menza, vagy egyéb felszerelés, könyvek, ilyesmi. Miért érzik fontosnak ezt a támogatást? Felmenőim ide jártak, és mindig is támogatták az iskolát, és a kevésbé tehetősebb hallgatókat támogatták akkor is 100 éve. Ezt csak folytatjuk, ez nem mi találtuk ki. Jókai Károly úgy látja, a pápai iskola hű a hagyományokhoz az állandó fejlődés jegyében. Egy református iskola eleve reformálódik, tehát újra formálódik, megújul folyamatosan, és évről évre szebb az épület, jobb a felszereltség, egyre több a jelentkező, sok az új tanár. Tehát ilyen szempontból ez is egy hagyomány, ami folytatódik. Az alapító Jókai Károly és a kuratórium célja, hogy a református kollégium önfenntartóvá váljon. Ehhez természetesen szükség van az alumni, azaz öreg diák hálózatra is. Az alapítvány jubileumi ünnepsége egybeesett az extrafisek találkozójával. Azon gondolkodtunk, hogy az osztály létszám, vagy az osztály találkozó az már túl kicsi, évfolyam szinten kellene megszervezni, és aztán utána ezt gondoltuk tovább. Azon gondolkodtunk, hogy ha meg tudtuk csinálni évfolyam szinten, akkor miért ne lehetne kinyitni az egészet úgy, hogy az összes valaha refiben végzett öreg diák számára is ez egy rendszeres alkalommá váljon. Én azt gondolom, hogy ennek az iskolának mindig is az volt a legnagyobb hozzáadott értéke és pozitívuma, hogy az a közösségi szellem, ami itt ezeket a falakat átjárja, meg ezt az épületet körbelengi, az gyakorlatilag még most is jelen van, és mi azt szeretnénk, hogy ennek az alumni közösségnek a révén az öreg diákok azok így rendszeresebben jelen legyenek az iskola mostani életében is. A diákokkal való személyes találkozás, kapcsolattartás fontos, mondta Vajda Péter a találkozó egyik fő szervezője, aki hozzátette, szervezik az Alma Mater támogatását, mert így tulajdonképpen a jövőt támogatják. A diákokat leginkább szerintem a személyes jelenlét motiválja, hogyha olyas valaki, aki számukra egy hiteles figuraként tud megjelenni. Ugyanakkor gyűjtjük most az ötleteket, például egy konkrét dolog, ami fölmerült egyből, hogy a művészeti képzés lehetne például egy aukcióval támogatni, ezt lehet, hogy jövőre meg is valósítjuk. Természetesen a hagyományos dolgok, az adománygyűjtés és egyéb dolgok, ezt is szeretnénk elősegíteni, tehát hogy az öreg diákok anyagilag is legyenek jelen az iskola életében, a hagyományos formákon túl, tehát az 1% és egyéb dolgokon kívül. És szerintem a volt tanáraink számára is ez egy fontos dolog, hogy az öreg diákok is megjelennek, és egy úgymond külső, de mégis belső perspektívát hoznak az iskola jelenlegi életéhez. Az extrafis találkozón részt vett többek közt dr. Csabai Ágnes, református lelkész, egyiptológus, aki veszprémi volt, mégis pápára jelentkezett.
Emlékszem, hogy a legelső évfolyam jött úgynevezett kiszállásra hozzánk a gyülekezetből, és bemutatkoztak, és akkor én 10 éves koromban már eldöntöttem, és mondtam édesanyámnak, hogy én a pápai református gimnáziumba fogok menni. És ez így is lett, nem is adtam be a jelentkezésemet máshova, és 96-ba az A-osztályba humán tagozatra kerültem. És akkor már 96-ban, 15 éves koromban már a teológiára készültem, a református teológiára, kántorképzőbe is ide jártam, tehát mondhatni, hogy a nyaraimat is és az őszemet, telemet, tavaszomat is itt töltöttem a pápai gimnázium falai között. Dr. Csabai Ágnes 1996 és 2000 között volt refis diák. Életem legboldogabb 4 éve az itt volt, amit a pápai református gimnáziumban töltöttem, és ballagáskor is folytak a könnyeink, nem csak nekem, az osztálytársaimnak is, és elképesztően nehezen köszöntünk el az Alma Mátertől nagy-nagy szív fájdalommal, és azóta is úgy emlékezek vissza erre az időszakra, hogy életem legboldogabb 4 éve. És én úgy gondolom, hogy a pápai református gimnázium a második családom. A tanárokkal, a diákok, diáktársaimmal, osztálytársaimmal, kollégiumi társaimmal, évfolyamtársaimmal és minden iskolatársammal együtt. A találkozóra eljött dr. Czapári Endréné Pataki Éva is, aki matematikát és fizikát tanított, s nagyon sok szállal kötődik a refihez. Mind a két nagyapám, egyik nagyanyám, apám, anyám ide járt iskolába, a pápai református kollégiumba. Továbbá én is, és az utolsó évfolyamon érettségiztem 1952-ben, az államosítás előtti utolsó évben érettségiztem. Tehát elég régi a kapcsolatom a református gimnáziumban. Dr. Czapári Endréné Debrecenben végzett, s szeretett volna pápán a református kollégiumban tanítani. 56 őszén úgy mozgolódtak az öreg diákok, hogy jó lenne a pápai református gimnáziumot visszakapni, akkor úgy reménykedtem benne, hogy hátha, és akkor ide jöhetnék. Hát aztán természetesen 56 után nem. És akkor mentem Győrbe, és Győrbe tanítottam. És amikor indult az iskola 91-ben, ugye az öreg diákok, az egyházkerület, az egyházkerületnek a református lelkészei összeálltak, és megpróbálták elindítani, akkor az igazgató, meg a Kövi Zsolt, meg a Bujáki Miklós, aki igazgató lett, eljöttek Győrbe is, és akkor meghívtak, hogy vállalnám-e itt az igazgató helyettességet, és boldogan jöttem, és elvállaltam, és hát aztán 9 évet itt töltöttem, 1991-től 2000-ig, amikor aztán végleg nyugdíjba mentem. Igazából 91-ben én már akkor nyugdíjas voltam. Mi az, ami változik, és mi az, ami nem? Mindig minden változik. Változik az iskola is, változik a tantestület is, változnak a diákok is. Ez természetes dolog. Alkalmazkodni kell ezekhez a változásokhoz. És van olyan, ami esetleg nem változik? Hát az Isten bevelet hit, az nem változik. És az, hogy rábízzuk a sorsunkat.